A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság ma délután több mint két órás ülésen tekintette át a csütörtöki közgyűlés azon napi pontjait, amelyek illetékességi körébe tartoznak. Falu György alpolgármester ismertette, a jelentős költségemelkedés indokolja, hogy a köztemetői díjtételeket emelni kell, amit a vonatkozó rendelet módosításával hajthat végre a közgyűlés. A módosítást öt igen és két tartózkodás mellett a Városüzemeltetési Bizottság elfogadta, miként többségi támogatást kapott a Jogi és Ügyrendi Bizottság ma reggeli ülésén is. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság ülésén ugyancsak Falu György alpolgármester ismertette, hogy a Városüzemeltetés ütemtervet dolgozott ki Kecskemét, mint egy 1000-1200 kilométernyi földút hálózatának 2023 évi karbantartására. Falu György hozzátette, ahol szükséges, a vízelvezetést is igyekeznek egyúttal megoldani. A városüzemeltetés bővíteni kívánja gépparkját, így gyorsulhat a munka üteme, hangzott el. Szintén gyorsítja a haladást, hogy alvállalkozókat is bevonnak a munkába, közölte Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője. A szakbizottsági ülések holnap az esélyteremtési, az értékmegőrzési, a környezetvédelmi és a pénzügyi bizottságok üléseivel folytatódnak, a városi közgyűlés pedig csütörtökön, március 30-án tartják meg, reggel 9 órai kezdettel.